Raposkán, a Tapolca melletti kisközségben a Magyar Falu program révén megvalósult a közösségi szintér felújítása közel 9 millió forint támogatásból. Fűtéskorszerűsítés történt a kulturális célokra használt épületrészben, új álmennyezetet alakítottak ki, villanyszerelési munkákat végeztek, és egy új hangtechnikai berendezést vásároltak. Az átadási ünnepségen a térség országgyűlési képviselője Fenyvesi Zoltán úgy fogalmazott, a kis települések jól kamatoztatják a pályázatokban rejlő lehetőségeket, számos infrastruktúrális fejlesztés valósulhatott meg így. Raposka a Tapolcai medencében a Szentgyörgy-hegy nyugati lábánál fekszik. Az elmúlt év sikeres volt a fejlesztés szempontjából, hiszen a községcentruma megújulhatott. Ez az az épületrész, amely a közösségi összejövetelek színhelye. Három helyiségből áll. Van itt hely a legkisebbeknek, az olvasásra vágyóknak, és ha újra felélednek a közösségi programok, lesz lehetőség a kulturális rendezvények megtartására is. Mindenképpen komfortosabb lesz az a környezet, ahol a település polgárai összegyűlnek, úgy mondom, mert itt van minden rendezvényünk tulajdonképpen megtartva. Egy kis településen mondhatom azt, hogy minden hónapra esik valamilyen rendezvény, főleg úgy mondom, amikor a vírushelyzet ezt még nem tette, hogy mondjam, lehetetlenné. Vince naptól kezdve a nőnapig, a farsangtól kezdve a falunapig, a Mikulásig, tehát nagyon sok rendezvényünk volt. Ez majd ezek után is így lenne, hogyha a vírushelyzet megengedni. Hogy mit tesz még? Azt teszi, hogy valószínűleg tartom, kevesebb lesz a fűtésszámlánk, mert azért nem mindegy, hogy 5 konvektor fogyassza a gázt, vagy pedig egy energiatakarékos kazánházból látjuk el a vizet, meg a meleg vizet ebben a rendszerben. A családias hangulatú átadási ünnepségen a szalagátvágás jelképezte a közös célokért való összefogást, a tenni akarást. A munka mintegy 2 hónapon belül elkészült a jól összehangolt tevékenységeknek köszönhetően. A felújítást végző vállalkozó kiemelte, hogy fiatal szakembereket is bevontak a megvalósításba, fejlődésüket segítik az ehhez hasonló munkák. Megismerhették azt, hogy mit jelent az egy gázmérőnek a levételétől egy műszaki átadásig egy olyan munkafolyamatot végigvinni, ami társvállalkozókkal együtt történik, vagyis egymás munkájára odafigyelni, megbecsülni, és tulajdonképpen közösen együtt dolgozni. A közösségi szintér ünnepélyes átadásán Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő azt hangsúlyozta, hogy ezek a fejlesztések elsősorban a kistelepüléseken élők életkörülményeit javítják, ezzel együtt a fiatalok megtartásához is hozzájárulnak. Ez a kormányzat célja a 2 éve tartó Magyar Falu programmal. Az volt a célunk, hogy lehetőség szerint a második év végére ne legyen olyan település az 57-ből, ami a választókerületünkben a Magyar Falu programot érinti, amely ne kapott volna fejlesztést. Örömmel számolok be, hogy általában 2 fejlesztést is meg tudtak valósítani, és ezek a fejlesztések, ezek nagyon jó célt szolgáltak. Persze voltak olyanok, amelyek akár 3-4 fejlesztést is meg tudtak valósítani. Ezek elsősorban nem nagy pénzösszegek, de olyan összegek, amelyek a település számára fontosak, és olyan célok, amelyek esetleg már évek óta aktuálisak voltak. Raposkán ez a második fejlesztés. Ugyancsak a Magyar Falu program keretein belül nyert a település egy falubuszt is, 11 millió forint értékben, amelynek jó hasznát veszik a mindennapokban. Megújult továbbá a Tapolca és a Raposka közötti út. Ugyanis a közutak fejlesztése is ennek a programnak a célja, ez összesen közel 1 milliárd forintnyi összeget jelent a térségben.